Pota Georgina és Matilda Ekholm a bulgáriai és a csehországi World Tour versenyen is második lett párosban. A svéd játékos ugyanúgy balkezes, mint Pota korábbi párostársai Tóth Krisztina és Elisabetta Samara, de azért vele is össze kellett csiszolódnia. Mind a ketten más stílust játszunk, főleg nekem kell megérezni az ő szervája után, hogy miket kapok, tehát a Kriszt is, meg a Samara, meg a Matilda is nagyon egyéni szerváik vannak, és nagyon furcsa labdákat kapok utána. Nekik szerintem egy kicsivel könnyebb dolguk van, mivel nekem azért elég tiszta a játékom, meg így sokat kontrázok, meg droppolok, tehát ők nem kapnak ilyen extrákat, mint én, de ez teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, vagy milyen párosról, mindig kell egy kis idő, meg egy jó pár verseny, hogy összeszokjunk. Ez az összeszokás viszonylag gyorsan ment, a legutóbbi már a hatodik közös döntőjük volt Ekholmmal. Egy év álltunk össze, pontosan, Olomoucban, és 9 versenyen vettünk részt, abból 6-szor játszottunk döntőt, 3 arany, 3 ezüst. Most a legutolsó versenyen Csebe nagyon jó esélyünk volt, hogy megnyerjük. 2-1-6-4-ünk volt a japánok ellen. Ott szerintem egy kicsit bemerevettünk. Nagyon gyorsan elmentek a poénok, így a vége fele, és így a döntőszedben nagyon elhúztak a japán páros, de szerintem ez nagyon pozitív így a jövőre nézve, hogy a világ top 10-es játékosai ellen volt sanszunk, és meg kellett volna nyernünk a meccset. Női szövetségi kapitányunk hasonlóan optimista a Pota Ekholm párossal kapcsolatban. Most már az ázsiaik ellen is van esély, csak meg kell találni, azért ott egy picivel mást kell játszani, ami most már működött a második döntőben, mert kielemeztük az első döntőt, és most már sokkal jobban meg tudták játszani. Én úgy gondolom, hogyha picit a lehetőségtől nem ijednek meg, akkor ez az a döntő meg lehetett volna, és azért ez azt jelenti, hogy a jövőre nézve szép kilátások vannak.